Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Slajho Zénó vagyok, főbb témáim néhány mondat van. Robotokkal, programozással ismerkedhettek a gyerekek, elindult az iparkamara nyári tábor a Pécsen. Új helyzet, remény a változásra, értékelt stábunknak az egykori pécsi politikus. Csütörtökön kezdődik a Sétatér Fesztivál, naponta koncertek és gasztronómiai élmények. MCC egyetemi program, külföldi tanulmány, karrier lehetőség, ösztöndíj. Hogyan kell programozni egy robotot, milyen feladatokat végeztethetünk el az elektromos eszközökkel? Többek között erre kapnak választ azok a fiatalok, akik részt vesznek a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nyári táborán. Az általános iskolások pályaválasztás előtt állnak. A legjobb döntés meghozatalában segítheti őket a kamarai táborban megszerzett tapasztalat. Így most összecsukja, és utána be fogja dobni hova? A kukába. Ilyen kell otthonra, kidobja a szemedet. Tök jó. Így működik ez a robotkar. Az asztalon a kijelölt útvonalat követő kis autók. Közös az eszközökben, hogy mindegyiket program irányítja. A programozásról, illetve az informatikáról tudhatnak meg többet ezek a felső tagozatos általános iskolások. Itt ma a gyerekek, főleg informatikával, az alapja az egész elektronikának az informatika. Megmutatom nekik, hogy az informatikai technológia milyen módon tud beépülni az ő életükbe, és az későbbiekben hogy tud hasznosulni középiskola, egyetem és egyéb ilyen információk megtanulása terén. Játékos formában tanítok minden nekik. A szakember azt mondja, elsősorban a programozást szeretnék megtanítani. Erre van egy módszerük, így már az első osztályosoknak is bemutatható, hogy valójában gyerekjáték programot írni ezekre az eszközökre. Már évek óta foglalkozunk ezzel, hogy a gyerekek az informatikában otthon vannak, a programozásban nem annyira, és ez a hardware közeli programozás nagyon fontos, tehát elektronikai ismereteik nem nagyon vannak, az iskolából ezt nehezen kapják meg. Itt viszont konkrétan látják a csipeket, a különböző nagyon pici, 1 cm-es kis processzorokat, és ezeknek a programozási lehetőségein keresztül rájönnek arra, hogy ez nem egy nehézség, és jobban megismerhetnek azoknak a lehetőségeivel, amit később tanulni fognak. Az elektronika mindenképp benne van, a programozás mindenképp benne van, az informatika beéli az egész, vagy bejárja az egész életünket, tehát ez elkerülhetetlen minden szempontból. És ilyen szinten azt is látom, hogy kb. 10% a gyerekeknek, akik ezt a pályát választják, viszont sokkal nagyobb szükség van, mindenben kütyű van most már, nagyon nagy szükség lesz a programozókra, a jó programozókra. A nyári tábort a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezte. Cél, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok döntését megkönnyítsék azzal, hogy bemutatják a különböző iparágak működését a baranyai cégeknél. A különböző ágazatokat mutatunk meg a gyerekeknek. Ezen a héten a gyógyszeripar, vegyipar, gépipar, informatika és elektronika. Ezek az ágazatok kerülnek bemutatásra. Elsősorban Baranya megyei cégekhez megyünk el, ahol nem csak cég és gyár látogatás van, hanem interaktív foglalkozásokat is kapnak a gyerekek, így talán közelebb hozzák őket az adott ágazathoz, és ahogy körülnéznek a cégeknél, meglátják valós gazdasági környezetben, hogy az az adott ágazat és az az adott vállalkozás hogy tud működni. Ez az iparkamarai pályaorientációs tábor első hete a nyáron. Ebben a turnusban 16 fiatal vesz részt a napi foglalkozásokon. Ők 5-6-7. Osztályos általános iskolások, akiknek hamarosan dönteniük kell, milyen irányban tanulnak tovább. Lehetőséget lát a változásra a választások után. Az egykori pécsi politikus Körömi Attila szerint az új összetételű képviselőtestületen nagy felelősség lesz októbertől. A volt politikus szerint azonban az kérdéses, hogy az újra választott polgármester meg tud-e felelni a kihívásnak. Gyökeresen új helyzet állt elő a június 9-i választás után Pécset, értékelte a helyzetet stábunknak Körömi Attila. A volt politikus a 2000-es évek elején önkormányzati, majd országgyűlési képviselőként is a Fidesz frakció tagja, majd független is volt, később pedig a Jobbik tagja, majd 2017-től a Momentum elnökségi tagja lett. Végül onnan 2022-ben távozott. Ma a Pécsi Tiszta Kezek tanácsadója a Pécsi Közgyűlésben. Az erőpolitikának talán vége van, amikor nem a közjó, hanem a közrossz. Mintha a közrossz érvényesülne. Úgyhogy én szerintem ez az eredmény jó, aztán nyilván a felelősség óriási minden képviselőn, hogy ezzel mit kezd. Azokon is, akik a mérleg nyelvei, de a két nagy tömbön is, hogy
hogy milyen példát mutatnak a városban, és kommunikációba gondolom elsősorban. Egymás közgyűlési kultúra megvalósítására nyílik lehetőség az új testületben. Az erőből történő politizálás nem fog működni októbertől, hiszen sem a jobb, sem a bal oldalnak nem ez döntő többsége. Körömi Attila szerint kérdés, hogy erre melyik oldal lehet képes. Most a regnálókban nem bízom, megmondom őszintén, mitől bíznék. Elmúlt 5 év megmutatta, hogy mi a stílus, mi az önérdek, de a Fideszen óriási felelősség van, hogy a saját megújulásukat kiszenvedjék magukból. Én annak drukkolok, hogy ez ne is legyen egy szenvedés, hanem ez legyen egy gyors megújulási lehetőség, abból Pécs profitálni fog. A most bekerült új képviselők lehetnek ennek a megújulásnak az alapjai a polgári oldalon. Nagy kérdés azonban, hogy az újra választott polgármester meg tud-e újulni, és mennyire kapja majd vissza az elmúlt ciklusban okozott sérelmeket. Én az adok-kapoktól tartanék, szerintem nem szabad azzal a módszerrel, amivel ő élt az elmúlt 5 év során. Ugyanakkor nehéz megjósolni az ő mozgás irányát. Megmondom, szerintem én nem látom benne azt a talentumot, hogy fölül tud emelkedni az elmúlt 5 éven. Polgármesterként irányítani kellene a testületet, nem a képviselők főnöke, de látszott, hogy ehhez van hozzászokva az erőmű egykori vezéreként, értékelte az elmúlt ciklust Körömi. Többség hiányában nem vihető tovább ez az irány. Nagyon olcsó és könnyű dolog lenne most azt mondani, hogy szerintem Péterfi Attilának vissza kell adni a mandátumát, mert ez egy ilyen kicsit odamondásnak tűnhet, ez ilyen kekeckedésnek, ilyen örvendezésnek az ő baján, de én tényleg nem látok más megoldást, mint hogy legyen egy új polgármesterválasztás, avagy neki magának gyökeresen változtatni kell a stílusán és az egész közgyűléshez való hozzáállásmódján. Meglátjuk, mi lesz októbertől. A most megválasztott képviselőtestület mandátuma október 1-től érvényes. Így akkor fog kiderülni, hogy a régi város vezetővel képesek-e tárgyalásos úton együttműködni, vagy nem. Rövid híreink következtek. A kúria jogerős döntése alapján nem lesz újra számlálás Pécs 8-as és 9-es számú választókerületében sem. Mindkét helyen a Pécsi Polgári Szövetség jelöltjei nyertek, Ciráki Attila és Barkóczi Csaba. Így a 17 pécsi egyéni körzetből 10-ben fideszes képviselő kezdheti meg a munkát októberben a városi képviselőtestületben. Azonban meg kell ismételni a választást a pécsi 15-ös választókörzetben a kúria jogerős döntése után. Ott ugyanis ritka kimenetel szavaz egyenlőség alakult ki a Pécsi Polgári Szövetség aspiránsa, Vörösné Deák Andrea és a baloldali koalícióban induló Fürth Csaba között. Mindkét jelöltre 1224-en voksoltak, emiatt a helyi választási bizottság eredménytelennek nyilvánította a voksolást. Ketten meghaltak, ketten pedig megsérültek, amikor egy személygépkocsi egy köveket szállító kamionnal ütközött kedden a 6-os főúton Nagypeter térségében. Tájékoztatta a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MT-t. A mentők tájékoztatása szerint a kórházba került 2 sérült is életveszélyes állapotban van. Popovics Deján rendőrségi szóvivő beszámolt arról, hogy a személyautó eddig ismeretlen okból áttért a menetirány szerinti baloldalra, ahol frontálisan összeütközött a teherjárművel. A helyszíre mentőhelikopterrel is érkező mentők a kocsi vezetőjét és egyik utasát kórházba vitték. 2 utas életét nem lehetett megmenteni, tette hozzá. A balesethez a pécsi, a szigetvári hivatásos, valamint a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók vonultak ki. A 4 embert ők emelték ki a járműből. A rendőrök 657 alkalommal indítottak eljárást a múlt heti Rotpol országos akcióban, melynek során ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülőket szűrtek ki Magyarország közútjain, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Az ellenőrzés célzottan azon járművezetőkre irányult, akik alkohol vagy drog hatása alatt ittas vagy bódult állapotban vezettek járművet. Az akció során a rendőrök 158.548 járművezetőt ellenőriztek, közülük 657 ember ellen indítottak eljárást ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés gyanúja miatt, tudatta az ORFK.
Közeledik Pécs ikonikus nyári programja, a Sétatér Fesztivál. Junkies, Annen de Barbies, Első Emelet, The Beavers, Dániel Figergő és sokan mások. A Sétatéren bőséges étel és italkínálat, gasztronómiai élmények, valamint napi két koncert várja a közönséget június 27-e és 30-a között. Június 27-én Kocsis Paulina, az X-Faktor 10. szériájának a második helyezettje kezdi a koncertek sorát 19 órától, akit 21 órától az Anna and the Barbies követ a színpadon. Az idén 20 éves zenekar az ország egyik legvagányabb együttese, akik őszinte és felemelő dalaikkal, rokkos hangzásukkal és átütő erejű színpadi jelenléttel veszik le a közönséget a lábáról. A Máti Dala című Kezdjetek el élni mottójú daluk már a szállóige. A fesztivál minden napján koncerttel készülünk, este 7-kor és 9-kor lesznek ezek a koncertek, és ahogy azt már megszokhatták a látogatók, idén is a Sétatér megtelik kitelepülőkkel, lesznek kézművesek, és körülbelül 35 gasztronómiai kitelepülőnk is lesz, köztük ételek, borászatok, úgyhogy ez is abszolút változatos lesz, és a fellépők sora is nagy sokszínűséget hoz. Menőzenekarok, hírnevet szerzett bandák, fellépők követik egymást. További napokon is olyan fantasztikus fellépők érkeznek, mint mondjuk a The Beavers, a legendás Első Emelet zenekar, vagy a Dániel Figergő, vagy például a Junkies. Azonban nincs még vége a fellépők sorának. Június 29-én a reggae és dirty ska zenét játszó Baja is stabil frazír melegíti a közönséget. Bármint hallhattuk, a Junkies zárja a fesztivált, azonban ezen az utolsó napon, június 30-án fellép még a pécsi Pixar Plants is. Óriási lehetőség kínálkozik azoknak a diákoknak, akik a napokban befejezték a szóbeli érettségi vizsgájukat. Ők már jelentkezhetnek a Matthias Corvinus Kollégium által szervezett egyetemi programba. Többek között külföldi tanulmány, karrier lehetőség, ösztöndíj várja a felvételt nyert hallgatókat. Azok a sikeresen érettségizett fiatalok, akik a pécsi egyetemen szeretnének tovább tanulni szeptembertől, tanulmányaik mellett végezhetik az MCC egyetemi programját, tájékoztatott Erdély Krisztián, a pécsi képviselet vezetője. Nemzetközileg versenyképes tudást kínálunk a diákoknak azzal, hogy rengeteg külföldi szakértőt, professzort hívünk, és kínálunk nekik nagyon sok ösztöndi lehetőséget is a világ különböző pontjaira, akár a legrangosabb egyetemekre is. A felvételi az viszonylag egyszerűen hangzik, tehát van egy online felületünk, ahol jelentkezni lehet önéletrajzzal, illetve a tanulmányi eredmények feltöltésével. Megadtunk előre különböző témaköröket, közéletről, környezetvédelemről, történelemről, amelyet a diákok kidolgozhatnak otthon, és azt a szóbeli vizsgán egy prezentációban előadják, mi kérdéseket teszünk fel, és ezen túlmenően egy logikai és egy szókincs tesztet kell kitölteniük ahhoz, hogy bekerüljenek az MCC-be. Az egyetemi program ingyenes és szállás lehetőséget is biztosítanak a diákoknak. Ez is fontos szempont, hiszen a diákok szüleinek nem kell azon gondolkodniuk, hogy gyermekük bekerül a kollégiumba, vagy milyen albérletet biztosítsanak számukra Pécsen. Mindemellett az MCC ösztöndíjat is kínál a diákoknak. Aki jelentkezik az online felületünkön, és sikeresen kitölti azt a felületet, akkor személyesen várjuk őt a személyes elbeszélgetésre, felvételire. Ez itt történik a Pécsi Képzési Központban, tehát a prezentáció bemutatása és a kérdések feltétele a személyesen történik, hiszen az a fontos, hogy megismerjük a diákot, megismerjük a motivációit, az, hogy hogyan gondolkodik a világról, hogy vannak-e kérdései, ezt keressük mi a legtehetségesebb magyar diákokban. Azok a diákok, akik az MCC középiskolás programját is elvégezték, azok plusz pontot kaphatnak az egyetemen. A Pécsi Egyetem esetében ez plusz 10 pontot jelent, tette hozzá a képviseletvezető. Amit mi kínálunk, és amiért fontos az MCC, az az, hogy egy karrierutat kaphatnak a diákok, egy karrier gyorsító pályában részesülnek, azáltal, hogy rengeteg más diákot ismerhetnek meg a Kárpát-medence különböző pontjairól, és hogy olyan oktatók, hazai és nemzetközi szakemberek tanítják őket, akiktől a megszerzett tudást később a karrierjük során, a munkájuk során kiválóan tudják majd alkalmazni. Az összes információ és jelentkezési felület megtalálható az interneten, az ep.mcc.hu weboldalon. Jelentkezni június 30-áig lehet.
Rövid hírekkel folytatjuk a híradót. Befejeződött a pécsi hullámfürdő energetikai korszerűsítése. A beruházás teljes értéke több mint 70 millió forint volt, amely a Magyar Vízilabda Szövetség által kiírt TAU pályázat keretében valósult meg. A most befejeződött energetikai korszerűsítés során 11 forgatószivattyút, valamint az aulában 120 lámpatestet és a hozzátartozó vezetékeket cserélték ki. Szintén az aula férfi és női mellékhelyiségének teljes felújítása, új szigetelés, új burkolat, valamint csővezetékek, szaniterek, WC elválasztó panelek, nyilászárók és az álmenyezet cseréje, világítás felújítása valósult meg. Jövő hét második felében kezdődik a Fényfesztivál. A pécsi Zsolnai Fényfesztivál fő attrakciója minden évben a Zsolnai Light Art Video Mapping verseny. Ennek során a Székesegyház monumentális homlokzatát keltik életre a világ legjobb fényművészei háromdimenziós mozgó fényalkotásokkal. Július 4-e és 7-e között a döntőbe jutott legjobb öt alkotást láthatják a fesztiválozók. Az idei verseny témája a bűvös kocka, aminek apropóját az adja, hogy 2024-ben 50 éves a világhírű magyar építész által tervezett, jól ismert térbeli logikai játék, a Rubik kocka. A régió híreivel folytatjuk. Népszerű a kánikulában a Fonyódék kutyás strand. Sok gazdi és négylábú kedvence választja ezt a partszakaszt a Magyar tengernél. Hétvégén és hétköznapi szinte teltházzal üzemelnek. A szakemberek szerint azért is fontos a hűs, árnyékos, vizes területek látogatása a nagy melegben, mert a kutyusok hőérzete teljesen más. Sokkal nehezebben viselik a 35 fok körüli meleget. Boldog csaholás, órákon át tartó játék a fűben, és egy hosszú partszakasz, ahol gazdi és kiskedvence együtt fürödhet. Aki megmártozna a Balaton vizében, de négy lábú társát sem szeretné otthon hagyni, annak jó választás a Fonyódi kutyás strand. 15 éve nem voltunk a Balatonnál, és hát nagy szerencsékre, meg kiskutyával jöttünk, találtunk egy kutyás strandot, nagyon jó itt. Nagy hosszú part, van mozgástere. Hazánk egyik legnagyobb kutyabarát partja mindössze pár lépésre található az Üdülőváros kikötőjétől és a Szunyog-szigettől. Lencsi kutyus is boldogan mártozott meg a hűs vízben. 8 hónapos, és ismerkedik a vízzel, de már azért bejön, a kezembe bejön. Hétvégén és hétköznap is népszerű a kutyás strand. Sokan választják hűsölésként ezt a partszakaszt, hiszen a gazdi és a négylábú kedvence is együtt fürödhetnek. Marci. A kis Marci kutyus is élvezi a strandolást. Bár a tacskók jobban bírják a meleget, a gazdái mindig odafigyelnek rá, hogy árnyékban legyen. A tacskók amúgy is szeretik a meleget. Hát ő elbújik a hőségbe is, takaró alá. Úgyhogy a tacskók imádják, kifekszenek a napra, úgyhogy nagyon jól bírja. A következő napokban is hőség várható, ezért ajánlott kis kedvenceinkre jobban odafigyelni. Az idén a szokásosnál jóval korábban kezdődtek meg a földeken az aratási munkálatok, Tolna vármegyében is. Az aktualitásokról, piaci helyzetről kérdeztük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakemberét. Az időjárás miatt idén a szokásosnál két héttel korábban, már június elején az őszi árpa aratásával megkezdődtek a földeken a betakarítási munkálatok. Elmondható, hogy idén 70.113 hektáron aratunk nyári betakarítási növényeket. Ez közel 19 ezer hektárral kevesebb, mint az elmúlt évben volt. Főleg az őszi árpa és az őszi búzának a termőterülete csökkent, ilyen nagyjából 9-9 ezer hektárral. Az idei termés a repce kivételével a tavalyi évnél jobbnak ígérkezik, mind mennyiségben, mind pedig minőségben. Az őszi árpának több mint a 90%-a már betakarításra került. Erről már olyan konkrétabb adatot tudok mondani, 6,46, tehát közel 6,5 tonna per hektáros termés eredményeket érnek el a betakarításkor, így olyan 80 ezer tonna össztermés felett várjuk a hozamot, vagy az össztermést. A közel 45 ezer hektárnyi búza vetés területéről eddig még csupán 4500 hektár takarítottak be, 6,7 tonna per hektár átlaggal. Mind a búza, mind az árpa minősége úgy mondom, hogy nagyon jó, a tavalyi évhez képest sokkal jobb. Árpából nagyon jók a hektoliter súlyok, 60 és 60 fölött várható, úgyhogy vannak sörárpáink is. Tavaly ugye nem volt, tavaly nagyon rossz minőségű volt az árpa,
A búza esetében azt mondhatom, hogy az egyharmada az eddig betakarított termésnek malmi minőségű, a kétharmada inkább a takarmány minőség. A repce esetében viszont már nem ilyen biztatóak a kilátások, hiszen azt az időjárás és a kártevők idén nagyon megviselték. A termésmennyiség lényegesen alacsonyabb, mint tavaly. Az elmúlt hétvégén a jég is megkárosított sok repcetáblát. A jég egyébként mind a kukorica, mind a napraforgó táblákat sújtotta több helyen, de ennek ellenére elmondható, hogy idei évben elemi káresemény, most az aratási bizottság ülésen is elhangzott, jóval kevesebb történt, mint az elmúlt években. 78%-kal kevesebb kár bejelentés történt, mint az elmúlt években, a 2023-as évben. A jó minőségű szebb termések ellenére fontos elmondani, hogy az input anyagárak magasak, nagy költséggel dolgoznak a gazdálkodók. A termény árak a 2022-es csúcshoz képest most lényegesen alacsonyabbak. Az országos szúnyoggyérítési program elérkezett többek között a Tolnavár megyei állomásához is. Összesen 22 településen fognak a régióban beavatkozni. A helyiek rengeteg egyeddel találkoznak, így már nagyon várták, hogy elkezdődjön itt is a munka. Köves Pétertől hallhatjuk a részleteket. 5835 hektáron folyik majd Tolnavár megyében a védekezés, összesen 22 települést érint június 25-én kedden Paksés térségét, június 27-én Szekszárd és környező településeit, míg június 28-án pénteken pedig Tamás és környezetét érint majd itt a védekezés vármegyénkben. Kétféle úton történik mindez, egyszer biológiai úton, az annyit jelent, hogy a lárvákat gyérítik ebben az esetben, itt egy granulátumot juttatnak ki a természetbe, nyilván itt főleg a Duna, illetve a Dunamenti településeket és az árterületeket jelenti, ilyen módon védekeznek így a lárvák fejlődése ellen. A második mód a már kifejlett szúnyogok elleni védekezést jelenti, amely már kémiai úton történik. Ez többségében platós járművekre szerelt permetező berendezés formájában láthatjuk. Ezek az esti órákban fogják elérni az adott településeket. Itt a készítményt így fogják permetezve kijutatni majd így a lakóhelyünk környezetére, és nagyságrendire pár óra alatt le is bomlik ez a készítmény, mert annyit jelent, hogy itt a méhekre és a más beporzást végző rovarokra ez nem lesz hatással. Ne felejtsük el, hogy mi magunk is tehetünk azért, hogy megfékezzük az állomány gyarapodását. Adott esetben akár itt gondolok egy-egy hordóra, víztározóra, gumiabroncsra, madárítatóra, akár az ereszeinkre, az ezekben lévő vizet az célszerű valamilyen formában tőle megszabadulni, akár az itatokban, illetve a kaspóban feltöltött vizeket folyamatosan cserélni, ilyen szinten is meg tudjuk szakítani a szúnyoglárvák fejlődésének a ciklusát, valamint hogyha van egy nagyobb esővíztározónk, az pedig érdemes akár egy szúnyoghálóval lefedni, ezekkel a formákkal is tudunk védekezni. Tájékoztatás céljából a gyérítésről a Tolnavár megyei katasztrófavédelem honlapján megtalálható a települések listája, valamint a hozzá kapcsolódó dátumok. Kiradunk végén Baranyai témáink még egyszer röviden. Robotokkal, programozással ismerkedhettek a gyerekek, elindult az iparkamara nyári tábor a Pécsen. Új helyzet, remény a változásra, értékelt stábunknak az egykori pécsi politikus. Csütörtökön kezdődik a Sétatér Fesztivál, naponta koncertek és gasztronómiai élmények. MCC egyetemi program, külföldi tanulmány, karrier lehetőség, ösztöndíj. A csütörtöki nap is többfelé tartogat, záporos, zivataros időt, helyenként ismét lecsaphatnak heves viharok, felhőszakadás, jégeső és viharos szélőkések kíséretében. Keleten zivatartól függetlenül is több helyen lehet élénk a déli szél. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 28 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!